kétszer is körbenéz, csak utána lép az úttestre ez az idős hölgy levelek egyik legforgalmasabb csomópontjában. Szükség is van az óvatosságra, a 41-es főút és a települést káló semménnel összekötő út találkozásánál kamionok is jócskán megfordulnak. Mostantól biztonságosabban haladhatnak át itt mind a gépjárművel, mind a kerékpárral vagy gyalogosan közlekedők. A település több mint 10 éve tervezte egy körforgalom kialakítását, így mondhatni mérföldkő a szerdán átadott beruházás. Az elmúlt években több, tehát gépkocsi, illetve gyalogos kerékpáros baleset is történt. Ez egy nagyon nagy forgalmú útszakasz, és itt bizony a gyalogosok, a kerékpárosok nagyon nehezen tudtak átkelni, a gépkocsival kihajtani, és több közlekedési baleset is történt az elmúlt években. A fejlesztés részeként nem csak magának a körforgalomnak a kiépítése valósult meg. A középszigetek úgy kerültek kialakításra, hogy biztonságosabbá vált a gyalogosok és kerékpárosok átvezetése, megújult a térvilágítás, új vízelvezető rendszer épült, valamint felújításra került a két autóbuszöbből is. Ennek a beruházásnak a költsége 425 millió forint volt, melyet a Magyar Közút a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósíthatott meg. A program középpontjában a lakosok helyben maradását segítő különféle fejlesztések állnak. A terület és település fejlesztési operatív programnak pontosan ez a célja, hogy olyan fejlesztések, olyan beruházások valósuljanak meg, amelyek adott közösség szempontjából, legyen az egy kisebb település, egy nagyobb település, egy város, a legfontosabbak és a legszükségesebbek. És itt most leveleken, hogyha ezt a körforgalmat nézzük, akkor erre nyugodtan rá lehet mondani, hogy ez egy nagyon szükséges beruházás volt, hiszen egyrészt biztonság szempontjából is, közlekedés biztonság szempontjából is, másrészt pedig azért az itt lakók életminőségének javítása szempontjából is egy nagyon fontos és egy nagyon szükséges fejlesztést adunk át a mai napon. A térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, fontos része a társadalomnak a közlekedési infrastruktúra. Itt leveleken sajnos a 41-es közlekedési út annyira ketté vágta a település, hogy szinte a vízhez hasonlóan egyik helyről a másikra csak ott születtek tudtak menni. A viccet elkerülve ez a kereszteződés vezet a település egyik részére, és ráadásul arra a turisztikailag fontos létesítményre, amit leveleki tónak hívunk, ahol a strand és egyéb szolgáltatások is üzemelnek. Azt gondolom ennek az átjutása is a kialakított járdaszigetekkel biztonságosabb lett. A településen terben van a turisztikai centrumhoz vezető út felújítása és mellette egy kerékpárút létesítése. Az Ifjúság utca aszfaltozása pedig még idén megvalósulhat. A megyében közben 20 milliárd forint értékben végez idén útfelújításokat a közút különféle programok keretében, emellett 1,5 milliárd forint önerőből aszfaltoznak.